Az elmúlt héten mindössze három rakétaindításnak lehetünk szemtanúi. Az első rakétaindítást a japán űrügynökség végezte el, november 9-én 1 óra 55-kor az Ochinoura űrközpontból egy Epsilon hordozó rakéta indult. Fő rakománya a RAISE 2 technikai demonstrációs műhold volt, ez pedig 8 darab CubeSat társaságában utazott a világűrbe. A kijelölt orbitális pálya egy 97,6 fokos, úgynevezett retrográd napszinkron pálya volt 560 km-es magasságba, de ez csak a RAISE 2-re vonatkozik, mivel a másodlagos terheket kicsivel magasabban bocsátották ki. Ez már a második darab, a JAXA, azaz a japán űrügynökség által támogatott kis műholdak sorozatában, melynek célja a jövőbeli küldetésekhez szükséges rendszerek és technológiák tesztelése, valamint fejlesztése lesz. Az első ilyen célú űreszköz a RAPIS-1 műhold volt, ami 2019 elején indult, szintén egy Epsilon rakéta fedélzetén. A RAISE 2 indítási tömege körülbelül 110 kg, továbbá 1x1x 0,75 méteres méretekkel rendelkezik. Az elmúlt hét második rakéta indítására november 11-én kora hajnalban került sor, magyar idő szerint 3 óra 3 perckor. Ezt mi is közvetítettük, hihetetlen korai időpont ellenére. A Crew 3 küldetés egy SpaceX Falcon 9 fedélzetén indult útnak a nemzetközi űrállomásra, de erről kicsit később bővebben beszámolunk. A heti harmadik és utolsó rakétaindításra november 13-án délután 13 óra 19 perckor került sor. Ezt a küldetést mi is élőben közvetítettük. A SpaceX Falcon 9 rakétája az LC-40-es indítóállásról indult Floridából, és ennek az első fokozatnak ez volt a 9. útja a világűrbe. A Falcon 9 rakéta eredetileg pénteken indult volna a világűrbe, de a rossz idő miatt áttették az indítás időpontját szombatra. A rakéta rakterében a 4. Starlink csoport első 53 darabja kapott helyet. A sikeres indítást követően a booster rendben visszatért a Just Read the Instructions drónhajóra. Új formájú lakossági Starlink antennákat mutatott be a héten a SpaceX. Az eddigi kör alakú vevőegység szögletesebb, téglalap alakú formát kapott. Talán a legfőbb újdonsága, hogy a gyártása felgyorsulhat majd, valószínűleg az antenna alakja miatt könnyebb lesz sorozat gyártani. Talán a legfőbb újdonsága, hogy körülbelül egyharmadára csökken a termék gyártási ideje, azaz felgyorsul a tömeggyártása. Valamint az eddigi körülbelül 3000 dollár per egység gyártási költség helyett körülbelül a feléből készülnek majd ezek az antennák. A technikai paraméterei nagyjából megegyeznek a kör alakú változattal, viszont az új antennához nem tartozik Ethernet adapter, ezt külön kell majd megvásárolni. Rövid összefoglalóimban a SpaceX Starbase rakétagyártó komplexumának híreiről, történéseiről számolunk be, melyek az elmúlt napokban zajlottak. De mi is ez a Starbase? Az a két óriási területből álló létesítmény kapta a nevet nemrég a SpaceX-től, ahol az új generációs Starship nehéz rakéta prototípusainak fejlesztése, építése, tesztelése zajlik. A SpaceX fejlesztési koncepciója szerint ráadásul sosem áll le a munka, és 24 órán keresztül a hét minden napján zajlik a fejlesztés, illetve az építkezés. Más néven a Boca Chica indítási terület a SpaceX által felvásárolt magánterületek összessége, nagyjából 32 km a texasi Brownsville-től keletre. Azért volt szükség egy lehetőleg lakatlan terület felvásárlására, hiszen a tesztelésekhez és az indításokhoz majd elengedhetetlen lesz a megfelelő kiürítési zóna kijelölése. A komplexum gyártási részlegének épületeiben és egyéb hangáraiban zajlik majd a prototípusok építése. A Starship egy olyan két fokozatból álló rakétarendszer, mely az első fokozatból vagy más néven Super Heavy hordozó rakétából, illetve a Ship vagy szintén Starship nevet viselő második fokozatból áll. A hordozó rakéta első prototípusait 29 Raptor hajtómű gyorsítja majd, ezzel egyébként már eleve 2,5-szer gyorsabb lesz, mint a NASA eddigi legerősebb rakétája a Saturn 5, amivel a holdra szállásokat végrehajtották. De gondoljátok el, hogy a végleges verzióban már 33 Raptort szerelnek be, ezáltal még nagyobb lesz a teherkapacitása az egész óriási hordozó rakétának. A második fokozat 3 tengerszintre és 3 vákumra optimalizált hajtóművel fog rendelkezni, amivel már eleve erősebb lesz, mint a Falcon 9 legvégső verziója. Ha elkészült egy első vagy második fokozat, átszállítják a tesztelési területre, ahol jelenleg még két szuborbitális indítóállás működik, de javában zajlik az első orbitális indítóállás és annak kiszolgáló infrastruktúrájának építése is. Ez utóbbit egyébként nulladik fokozatnak is szokták sokszor hívni, hiszen nagyon fontos kulcsszerepe van abban,
hogy a két rakétafokozat egyáltalán el tudjon indulni a világűrbe. A Starship rakétarendszerrel általánosságban majd egy külön videóban foglalkozunk. A Starbase komplexumon a hét eléggé eseménytelenül kezdődött, többszöri oklezárás is ki volt írva, végül az összeset törölték. Azért a háttérben folyamatosan zajlik a munka, és ami leginkább számottevő volt, az a folyékony oxigén szállítása az orbitális tartályparkba. Egyes számítások szerint már több mint 100 tartálykocsi szállított oxigént a Starbase-re, és így az egyik nagy LOX tartály már biztos megtelt. Tegnap azonban a sok eseménytelen nap után végül sor került az első igazán látványos tesztelésre. Az előző statikus hajtóműteszt után 3 héttel végre ismét próbára tették a SHIP 20-at. Ezúttal azonban már mind a 6 hajtóművel egyszerre történő statikus hajtóműtesztet hajtottak végre, ami ismét egy történelmi lépés lesz a Starship fejlesztésében. Ezúttal is 8 óra állt a SpaceX rendelkezésére, ami az útlezárásokat illeti, és ki is használták ezt az egész periódust, hiszen először egy úgynevezett pre-burner tesztet hajtottak végre, tehát ilyenkor csak az előégetőt indítják be a hajtóművekben, viszont a turboszivattyúk felpörgetésén kívül maga a hajtóműnyitás nem következett be még. Viszont mivel mindent rendben találtak a SpaceX szakemberei, ezután következett az igazán látványos műsor. Ugyanis első alkalom indították be mind a 3 tengerszintre, illetve mind a 3 vákumra optimalizált hajtóművet, amire először került sor a Starbase történetében, illetve a Starship fejlesztésében. A 6 hajtóműves teszt az eddigi megszokottakkal ellentétben rendkívül látványos és még hangosabb volt, és nem győzzük visszanézni azóta sem a felvételeket. És azért ez egy nagyon-nagyon látványos teszt volt tegnap, szerintem nagyon sokan élveztük az élőadást. Hát igen, nagyon vártuk már ezt a pillanatot, hiszen 3 hete nem történt hajtóműteszt, úgyhogy mindenképp izgalmas látvány volt az egész. Fontos lépés a fejlesztések sorában. Így van. Ezen kívül, ami a gyártási komplexumot illeti, rendkívüli tempóban zajlik az úgynevezett White Bay, tehát az új óriási toronyhangár építése is, melyen már elfoglalta helyét az a Bucky nevű daru, ami eddig a tartályparkot építette. Az elmúlt napokban ugyanis nagyobb részegységekben szállították át a Starbase gyártási területére, az indítási területről ezt a darut, hiszen az a White Bay az előzetes számítások szerint legalább 80, de lehet, hogy 100 méteres magasságú lesz, így mindenképp egy toronydarúra is szükség van az építéséhez. A Virgin Orbit november 4-én szerződést kötött a japán ANA Holdings tulajdonában lévő All Nippon Airlines légitársasággal 20 rakétaindításra. Fontos lépés ez a cég történetében, ugyanis ez alapján a jövőben az ázsiai országból is indíthatnak majd Launcher One rakétákat. A küldetésekhez használt Boeing 747-esek kiindulóbázisa a Kyushu szigeten lévő Oita repülőtér lesz. Főleg belföldi és ázsiai műholdakat szeretnének felbocsátani, ugyanis az ázsiai piacokon mostanában megduplázódott az igény a műholdindításokra. A Virgin Orbit szolgáltatásainak várhatóan 2022 végére lesz aktív a japán részlege. Kigördítették a New Glenn új generációs nehézrakéta gyorsító fokozatának első tesztpéldányát az összeszerelő üzemből. Úgy robbant be ez a hír, mint a Starship SN10 tesztrepülése után. Nagyjából ennek megfelelően fogadtuk mi is. Van egy kis gond. Na. Felrobbant. Nem mondod. Tényleg? Igen. A GS1 jelzési tömegszimulátort átszállították az LC-36 startálláshoz. Az indítóálláson strukturális teszteket hajtanak majd végre a leendő rakéta első tesztpéldányával. A New Glenn építésével kapcsolatos munkák még 2012-ben kezdődtek. A New Glenn lesz a cég első orbitális pályára képes űrhajója. A tervezett bemutatkozás pedig 2024-re ígérik. A gyorsító fokozaton 7 darab BN4 folyékony metánt és oxigént égető hajtómű kap helyet. Ez a rakéta újra használható lesz, továbbá a SpaceX Falcon 9 rakétájához hasonlóan drónhajóra landol majd. A rakéta teherkapacitás tekintetében 45 tonna hasznos terhet lesz majd képes alacsony földkörüli, azaz LEO pályára, valamint 13 tonnát geostacionárius transfer, azaz GTO pályára. A 7 méteres raktérborítás, azaz az áramvonalazó kúp, angolul fairing, miatt szimpatikus választás lehet majd a megrendelők számára. November 9-én hajnali 4 óra 33-kor szálltak le a Crew 2 személyzet tagjai a mexikói öbölben Pensacola közelében, akik 199 napos küldetést fejeztek be. A Crew Dragon Endeavour november 8-án 20 óra 6 perckor dokolt le a nemzetközi űrállomásról,
és kezdte meg az útját visszafelé. A ledokkolás után a Crew Dragon Endeavour többszöri hajtóműnyitási manőverekkel kezdte meg a csökkentést, és végül a fő légkörébe való visszatérés is sikeresen lezajlott. Mielőtt a légkörbe visszatért volna az űrhajó, az úgynevezett tránkot, tehát a csomagtartó részt ledobta magáról, és menetiránynak háttal állt azért, hogy a hőpajzs kerüljön előre. A légkörbe való visszatérést követően rendben kinyílt a két stabilizáló és fékezőernyő, majd ezt követően néhány másodperccel a négy főernyő következett. Ezután mind a négy főernyő kinyílt, egész pontosan először csak három, hiszen a negyedik kicsit beragadt, de amikor a Crew Dragon már sűrűbb légköri létegekben haladt, akkor végül is a légellenállás következtében a negyedik főernyő is rendben kinyílt. Miután minden egy főernyő rendben kinyílt, a megfelelő sebességgel ért vizet a mexikói öbölben a Crew Dragon Endeavour. A leszállás után a mentőszemélyzet megkezdte a mentését a személyzetnek, és miután megközelítették az űrkapszulát, a Go Navigator hajóra emelték egy daru segítségével az űrhajót. Röviddel ezt követően a négy űrhajóst ki is segítették már a kapszulából, akik jókedélyűen és mosolyogva hagyták el az űrhajót. A leszállás után egy rövid sajtótájékoztató keretében Katie Leaders megerősítette, hogy nem okoz aggodalmat a negyedik főernyőnek későbbi kinyílása, és ez nem befolyásolta végül a Crew 3 indítását sem. Csodálatos amatőr felvételekre bukkantunk az interneten a Crew 2 visszatérésével kapcsolatban. Egyrészt egy amatőr felvételen látható a Crew 2 űrhajó belépése a légkörbe, a második felvételt a NASA Spaceflight YouTube csatorna fix kamerája rögzítette a Starbase telepről. Ezen a felvételen a Starshipeket kiszolgáló szerviztorony mögött tűnik fel a Crew 2 űrhajó. Alig néhány nappal a Crew 2 sikeres visszatérését követően már is megkezdte útját a Crew 3, tehát a következő operatív személyzet az nemzetközi űrállomásra. Magyar idő szerint november 12-én 0:32-kor indult a Crew Dragon Endurance Floridából az LC-39A indítóállásról. A vadonatúj Crew Dragon űrhajó az Endurance nevet kapta attól a négy tagú személyzettől, akik között három újoncot is megtalálunk. A parancsnoki tisztséget Rajachari tölti be, aki az 1973-as Skylab 6 küldetés óta az első olyan űrhajós, aki rögtön első útján parancsnok lehet. A másik két újonc még Caleb Barron, szintén a NASA űrhajósa, illetve Matthias Maurer, az ESA német űrhajósa. A személyzet igazán veterán tagja Tom Marshburn, aki már harmadik űrutazását hajtja végre, és ráadásul ő olyan illusztris társaságba kerül, aki három különböző űrhajóval teljesítette három űrutazását. Marshburn korábban már repült az űrsikló és egy Soyuz fedélzetén is. A Floridából történő indítást a Falcon 9B 1067 rakétával hajtotta végre a SpaceX, amely rakéta a második útját teljesítette ezúttal, és korábban a júniusi CRS-22 küldetésen debütált. A SpaceX nemzetközi űrállomásra történő indításainál már megszokhattuk, hogy mindig egy kis 0G, tehát egy súlytalanságot jelző plusz állat vagy plusz figura kezd el lebegni az űrkabinban. A személyzet választása ezúttal egy teknősre esett, de ennek oka van, hiszen Chari és Barron is a 2017-es teknősök űrhajós osztálytagjai voltak. Amint egy 22 órás megközelítési fázis során a Crew Dragon Endurance többszöri hajtóműnyitási manőverekkel kezdte meg a pályaemelést, majd először 400 méterre a waypoint nullánál, tehát a nulla várakozási pontnál kellett megállnia ellenőrzésre. Ezt követően még kettő úgynevezett waypoint következett, 220 méterre, majd pedig 20 méterre az űrállomástól. Miután megkapta a végső megközelítési engedélyt a földi irányítástól, tökéletes dokkolás hajtott végre a Harmony Modul IDA, tehát International Docking Adapter, vagy pedig magyarul a Nemzetközi Dokkoló Adapter 2-es pontjára. Az újonnan érkező négy űrhajossal az Expedíció 66 immár 7 tagúra bővült. A hihetetlen korai időpont ellenére a Crew 3 indítását mi is élőben közvetítettük a Space Junkie YouTube csatornán. Továbbá hihetetlen felvételeket találtunk a Twitteren a második fokozat vákumoptimalizált Merlin hajtómű leállásáról. November 9-én tartottak egy újabb telekonferenciát a NASA vezetői, konkrétan Bill Nelson a NASA igazgatója, Katie Leaders az űrbéli tevékenységek igazgatóságának vezetője, illetve Jim Free a kutatási rendszerek fejlesztésének igazgatóságának vezetője. A sajtótájékoztatón először Nelson beszélt arról, hogy hivatalosan is véget ért a Blue Origin pereskedési ügye. Bill Nelson a NASA igazgatója kezdte a sajtótájékoztatót, aki hivatalosan is megerősítette, hogy véget ért a Blue Origin pereskedési ügye, és így végre el tudnak kezdeni a SpaceX-szel dolgozni a Human Landing System programon, magyarul a holdi leszállóegység kifejlesztésében. Továbbá megerősítette azt is,
hogy sajnos nem tartható az a 2024-es céldátum az újabb holdra szállásra, amit még a Trump kormány hozott 2019-ben, amikor eleve kérdéses volt az egész. A jövőt illetően jelenleg az a cél, hogy a SpaceX-el elkezdik majd a közös áttekintését ennek az HLS programnak, illetve egy konkrét menetrendet próbálnak felállítani azért, hogy újabb csúszásra már ne kerüljön sor. Konkrétumokat is említett azért Nelson, többek között az Artemis 2 csúszásáról, illetve magáról a 2024 helyett már 2025-ben történő Artemis 3 holdraszállási időpontról is beszámolt, mivel az Artemis 1 eleve 2022. februárjában indulhat legkorábban, ez azt mondja maga után, hogy az Artemis 2 2023 helyett már csak 2024 májusában indulhat, ennek következtében pedig az Artemis 3, ahol már konkrétan majd leszállnak a holdra az űrhajósok, csak 2025 elején vagy első felében indulhat legkorábban. Meg volt kötve a NASA keze már csak abból a szempontból is, hogy a kongresszustól mindössze 850 millió dollárt kaptak a 3,3 milliárdos igény helyett, és így eleve csak egy győztes tudtak kihozni a három jelentkező közül. Bill Nelson Jim Free követte, aki a koronavírus járványt is felhozta okként az egész csúszást illetően, illetve a New Orleans-i esőzések miatti súlyos károkat szenvedett Mitchell Assembly Facility sem tudta megfelelően tartani a menetrendet. Arról is beszámolt, hogy az Orion űrhajó 2012 és 24 közötti időszakának fejlesztési programjaként 6,7 milliárd dollárt szerettek volna költeni mindössze az űreszközre, de a dokkoló rendszerek további fejlesztésére és tesztelésére további 2,6 milliárd biztosítottak, és így már 9,3 milliárdnál tart az űrhajó teljes fejlesztése. A Shenzhou 13 küldetés taikonautái űrsétát hajtottak végre, a 6 hónapos küldetésük során első alkalommal. Lábjegyzet. Hivatalosan taikonautának hívjuk a kínai űrhajósokat, hasonlóan, mint ahogy az orosz űrhajósokat kozmonautáknak. Lábjegyzet vége. Az űrállomáson kívüli munkálatokat Wang Yaping és Choi Che-kang parancsnok végezték. Choi Che-kang parancsnok 2008-ban a Shenzhou 8-on hajtotta végre az első kínai űrsétát, ez a mostani űrsita pedig azért volt érdekes, mert Wang Yaping az első női taikonauta, aki űrsétán vett részt. Yaping új szkafandert is viselt, ami a Tianzhu 3 teherszállító űrhajó fedélzetén érkezett a kínai űrállomásra, erre azért volt szükség főleg, mert kisebb termetű férfi kollégáihoz képest. Az űrséta körülbelül 6,5 óra hosszú volt, ez alatt különböző eszközöket szereltek fel a Tianhou modul külsejére. Harmadik társuk Ye Kuangfu az űrállomás belsejében tartózkodott, és többek között robotkart működtetett az űrséta során. A Shenzhou 13 küldetés személyzete október 15-e óta tartózkodik a kínai űrállomás fedélzetén, és 2022. áprilisában tervezett a visszatérésük. Újabb hírösszefoglalóval egy hét múlva jelentkezünk. Addig is többféle platformon tudtok minket követni, elsősorban, ha tetszenek ezek a műsorok, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint értesítéseket bökjetek rá a csengőre. A weboldalon értesítéseket is kaphattok a legfrissebb publikált hírekről. Továbbá megtaláltok minket Facebookon, spacejunkie.hu néven, valamint az űrutazás űrhajók csoportban, fent vagyunk Twitteren, Instagramon, valamint iratkozzatok fel a Discord szerverünkre, ahol egy remek közösség tagjai lehettek. Támogatni közvetlenül a weboldalunkon tudtok minket, de a YouTube-on és Patreonon is feliratkozhattok támogatónak. Kigördítötték! Hát ez már esetlen, tudtam még egyszer. Bocsánat. A rakéta teher kapacitását illetően 40 tonna. Na, egybe vonom a szavakat.